Jó estét kívánok a civil rádió hallgatóinak, és azoknak a nézőinknek is, akik a YouTube-on nézik a felvételt. Olvasókörünkben ma egy új sorozat indul, az a címe, hogy Rendszerváltó generáció. Azért gondoltam, hogy ezt a sorozatot el kell indítani, mert bár a rendszerváltásról rengeteg sok minden írás, meg film, meg egyéb dokumentum megjelent, azonban én ezeket egy kicsit egyoldalúnak ítélem meg, főleg az utóbbi időben erősen kidomborodik a Fidesz rendszerváltó jellege, holott egyébként nem is írták alá a rendszerváltásról szóló jogi dokumentum. Ma esti vendégünk Lendvai Ildikó, politikus. Ezt követően azonban nem csak politikusok fognak megszólalni a műsorban, hanem olyan emberek is, akik, ha úgy tetszik, hétköznapi emberként élték meg a rendszerváltást, de természetesen más irányú politikai pártok elkötelezettje is helyet kapnak ebben a sorozatban. Ma esti vendégünk tehát Lendvai Ildikó. Tisztelettel köszöntöm a civil rádió hallgatói és a YouTube nézői nevében. Én is szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat. Nagyon örülök ennek a sorozatnak, mert egyetértvén a bevezető szavakkal én is azt hiszem, hogy amíg mi itt vagyunk, és el tudjuk mondani, hogy mit éltünk át cselekvő aktorként, vagy akár az események alanyaként, érintettjeként, addig ez sokkal fontosabb, mint azok a történelmi átírások, átköltések, amelyeknek néha tanulni vagyunk. A családról, a tanárokról és az esetleges példaképekről csak röviden kérdezem Lendvai Ildikót, mert úgy érzem, hogy most koncentrálnunk kell erre az 1985-1995 közötti rendszerváltó időszakra, és Lendvai Ildikó már volt vendégünk a civil rádióban is, és a budaörsi olvasókörben is, ahol a pályaív egészéről tudtunk. Akkor tehát család, tanárok esetleges példakép. Valóban már lehettem vendége mind a civil rádiónak, mind a szívemhez közeli olvasókörnek. Ezért most talán a családi környezetből csak arra utalok, ami aztán átvezet a rendszerváltáshoz. Nekem szerencsére mindkét szülőm, édesanyám és édesapám is megérte a rendszerváltást, tehát külön érdekes volt azt figyelni, hogy rájuk ez hogy hat, akik éltek már korábban más rendszerben is, majd évtizedeken keresztül abban a bizonyos egypártrendszerben is, megélhették a bontakozó pluralizmust, több párt rendszert is. Édesapám színházi ember volt, rendező, majd nagyon sok vidéki színházban igazgató is. Ő tehát a korábbi rendszernek nyilván inkább a kulturális vonalát ismerhette meg. Ő a politikától mindig igyekezett, amennyire lehetett akkor távol tartani a magát. Hosszú ideig én úgy tudom, hogy ő volt az egyetlen olyan színházigazgató, aki párton kívüli volt, mert nem számított ő ellenzékinek, csak megpróbálta a politikától, ahogy mondtam, távol tartani magát. De az is igaz, hogy az akkori, mint tudjuk, Acél György által hosszú ideig fémjelzett kultúrpolitika a környező országokhoz képest bizonyos szabadságot adott a kultúrának, és így a színházaknak is. Így komolyabb összeütközése neki édesapámnak sem volt a korábbi rendszerrel. Néha ugyan elátkozott családi körben néhány keményvonalasabb megyei első titkár, de tudott velük bánni, színházi embernek az a dolga, hogy bánjon jól az emberekkel, tehát meg tudta csinálni azt, ami neki fontos volt. Édesanyám pedagógus volt, egy középiskolai kollégiumot igazgatott, nekünk is abban az épületben, a budapesti Délibáb utcában volt szolgálati lakásunk.
Őrá nagyon érdekesen hatott a rendszerváltás, mert azelőtt ő se nagyon politizált, jó pedagógus volt, de inkább a növendékeivel törődött. 89 után viszont kinőtt belőle a politikai érdeklődés, sőt a politikai indulat és érzelmek egészen váratlan hőfokon. Mindig mulattunk rajta, hogy azt látjuk, hogy visszakiabál a tévének, hogy na ne hazudj, vagy nem így volt, vagy ne így legyen, és így tovább. A középiskolát a budapesti gimnáziumban, a Varga Katalinban végeztem, ott elsősorban a történelem és a magyar tanárnőm volt rám nagy hatással, nem véletlenül ezeket a szakokat, meg a filozófiát választottam később aztán az egyetemen is. Példaképek, hát most nyilván illene valami nagy harcos közéleti szemét mondanom, de az az igazság, hogy fiatal koromban, talán azért, mert pedagógusnak készültem, nekem egy máig rajtam, vagy bennem nyomokat hagyó példaképen volt, akiről olvastam, egy bizonyos Ann Sullivan nevű pedagógus, gyógypedagógus, akiről azt kell tudni, és talán a másik név, akit mondok, az ismertebb lesz, hogy azt a Keller Helént, aki süket és vak is volt, és hát amíg ez a pedagógus hozzá nem érkezett, addig alkalmatlan volt minden emberi érintkezésre. Ez esélyhez juttatta, megtanította kommunikálni, beszélni, egyetemet végzett aztán ez a hölgy, 1880-ban született Helén, tehát itt ezekről az egy századfordulóval, ezelőtti századforduló érájáról beszélünk. Sőt, ennek a kitűnő pedagógusnak a jóvoltából még politikára és közéletre is adta a fejét, lelkes szocialista lett belőle. Engem az ragadott meg, és ezért vált talán ez a pedagógus a példaképemnél, hogy milyen fontos, hogy az emberek esélyt kapjanak, hogy még a legreménytelenebb helyzetben élőnek is, hogyha egy jó oktatás, egy jó környezet esélyt ad, akkor fantasztikus képességeket bontakoztatnak. Kedves Ildikó, miért lett politikus? Egyetlen korszakban sem úgy születnek az emberek, hogy politikusok akarnak lenni. Kétfajta út van talán, ha jól ítélem meg. Az egyik, hogy sodródnak, a másik, hogy valami tudatos választás készteti őket, hogy ezt az utat válasszák. Melyik? Hát én a magam esetében nem tudnék választani, hogy melyik történt. Biztos, hogy egyfajta tudatos választás volt, de hogy éppen mikor, hol, vagy milyen funkcióba kötöttem ki, hát abban már adódhatott szerepe a véletlennek, hát ezt nevezem, hanem is sodródásnak, de kevésbé tudatos választásnak. Én azt hiszem, hogy engem két dolog vezetett a politikába. Az egyik, ami az előbb elmondott példaképválasztáshoz kapcsolódik kicsit, hogy mindig borzasztóan fontosnak éreztem azon gondolkodni, vagy azért cselekedni, hogy az emberekből kihozható legyen, ami bennük van, amit csak szerencsétlen társadalmi körülmények nyomhatnak el. Tehát az esélyteremtés, mint a politika vagy a közélet központi feladata, az mindig izgatott, és az egyik vágyam volt. A másikat már nem ilyen emelkedettem mondom. Én a féle minden lében kanál voltam és vagyok. Mindig szerettem ott lenni a dolgok sűrűjébe, ahogy valahogy bele lehet szólni, bele lehet kiabálni a dolgokba. Ez vitt az elmúlt rendszerbe először, hát ez volt az első mondjuk így főhivatású politikai pályám, az akkori KISZ-be, annak a kulturális osztályán dolgoztam, ifjúsági klubmozgalommal, ami akkor virágzott a 70-es, 80-as években, meg ifjúsági amatőr mozgalommal foglalkoztunk, és innentől aztán vezetett tovább az út. Nem szoktam kihagyni az életrajzomból, hogy a múlt rendszerben annak a bizonyos egypártnak az apparátusában is dolgoztam, szintén az ottani kulturális alosztályon.
Aztán visszamentem, ha úgy tetszik, rendes értelmiségének, tehát mindig közben hol tanítottam, hol aztán a pártközpont után egy könyvkiadóban dolgoztam, de hát akit a politika, és nem csak a mozdony füstje megcsapott, az azonnal nem tud elszakadni, ezért a rendszerváltás után is azonnal egyik alapító tagja, sőt, az még a rendszerváltás előtt vagy közben volt, alapító tagja lettem a Magyar Szocialista Pártnak. A könyvkiadó nevére csak azért akarok rákérdezni, mert hát, ha jelent ez valamit a mai értelmiségnek is. Én nagyon remélem, hogy hát nyilván nem a legfiatalabb generációknak, bár ma is van ezen a néven egy utód kiadó, de a kicsit korosabbaknak jelent. Ez a gondolatkiadó volt, kitűnő társadalomtudományi és tudományos ismeretterjesztő sorozatai voltak, és valamiért az a privilégiuma is megvolt a múlt rendszerben, hogy számos olyan filozófusnak, politológusnak, gondolkodónak, nyugati gondolkodónak a munkája jelenhetett meg, amit más szocialista országokban nem lehetett olvasni, és más kiadóknál nálunk sem lehetett olvasni. Milyen személyes élményei vannak a rendszerváltásnak a tágabban értelmezett időszakából? Talán említhetném, hogy vannak, akik már 1983-at is a rendszerváltás nyitányának tekintik. Ugye az olajválság begyűrűzése Magyarországon az erre adott válasz, és az MSZNP KB gazdaságpolitikai osztályán, többek között Németh Miklós is már ott dolgozik, és írják titkosan a dolgozatokat, hogy hogyan kell előrébb lépni. De ha nem vagyunk ennyire a múltba visszakanyarodók, azonban az 1985-ös országgyűlési választás már jelzett valamit, még akkor is, ha ez nem a többpártrendszer irányába tett nyilvános lépés volt. Tehát melyek voltak azok a személyes élményei, amelyek az ezt követő 10 éves periódusra tehetők? Nagyon örülök, hogy kicsit visszább mentünk az időbe, mint amit hivatalosan 88-89-ben meg szoktak jelölni a rendszerváltás kezdeteként, és azért nem is lehet talán egyetlen pontos időpontot, akár 85-öt, akár 83-at, akár hadd mondjak egy meglepően még régebbi időpontot, ezeket az 68-at említeni, mert a magyar egypártrendszer... Új gazdasági mechanizmus. Pontosan, igen, ezért emlegettem, ami hozott a szellemi életben is egyfajta nyitást, és nem véletlen, hogy ilyen sok fordulót, kisebb fordulókat tudunk most itt mind a ketten összehozni együtt. Tudnélik, a magyar egypártrendszer annyiban előnyösen különbözött a többi környező országtól, hogy itt azért, hát nem véletlenül hívták a legvidámabb baraknak Magyarországot, időről időre a reform útkeresések gondolatai megjelentek. Cikk-cakban haladt azért ez a mondjuk egy nyitás felé haladó történet. Hát például, ha már az új gazdasági mechanizmust említettük, akkor azért a 70-es években jött egy kis visszarendeződés, amikor félre is állították mondjuk Nyers Rezsőjéket, akik az élén álltak ennek az újfajta gazdasági gondolkodásnak. Aztán megint jött... A mai korból talán Biszku Bélát. A kemény vonalasok közül pontosan ő volt, hát talán a legemblematikusabb neve ennek a gondolkodásnak, de hát Gáspár Sándortól, másoktól kezdve, más politikusokat is, hát joggal vagy nem joggal nehéz megítélni, besoroltak a kemény vonalasokhoz. Még a reform elkötelezettek között is, hát Németh Miklós már a kiteljesedésnek, tehát amikor már nem csak elkötelezettségre, hanem megvalósításra is volt mód a legfontosabb alapja, de korábban már említettem a reformer személyiségek között Nyers Rezső nevét. A maga módján talán még Acél Györgyöt is lehetne ide sorolni, aki ugyan
szigort is képviselt a kultúrpolitikában, hát legalábbis a teljes szabadsághoz képest, de azért nagy nyitásokat is lehetővé tett. Nem véletlenül Nyers Rezsőnek ő politikai szövetségesének számított, csak hát más területen. Nos, ezek a cikcakok jutottak el odáig, hogy nekem is az az érzésem, hogy mondjuk olyan 84-85-től már kizárólag csak volt. Tehát úgy értem, hogy akkortól már lépésről lépésre nyitást, enyhülést, színesebb és plurálisabb közéletet lehetett tapasztalni. Én ekkor kerültem a pártközpontba, az előbb említettem, hogy ennek az egypártnak a kulturális részlegében dolgoztam. Biztos ma jobban festene az életrajzom, ha ez nem volna benne, de én mégse bánom, mert hihetetlen nagy iskola volt. Épp a változásnak a jeleit látni és kihasználni azért ezen a munkahelyen érthetően nagyon-nagyon kellett. Már az odakerülésem is egy kicsit ennek a cikk-cak mozgás csak ágának volt köszönhető. Ezek Acél György utolsó napjai voltak, mikor én ott, úgy értem, hogy a párt élén eltöltött utolsó napjai voltak, amikor én 84 végén oda kerültem, amikor ő már érezte, hogy a régi politika nem talál hangot a fiatalabb művés nemzedékkel, és csupa olyan, hát akkor fiatal embert ültött oda, hozott oda a kulturális osztályra, akikről föltételezte, hogy szót értenek, mert kicsit nyitottabb szelleműek. Olvasókörünknek vendége volt Németh Piroska és Píró György is, és mind a ketten szinte egybehangzóan azt fogalmazták meg, hogy a színházi élet talán elsőként, de ezt követően a szép irodalom is egyre inkább a rendszerváltás irányába halad, vagy legalábbis a szabad szellemiség ott jelent. Egyetért ezekkel a megközelítésekkel? Maximálisan egyetértek. Közülük Spíró Györgyöt ismerem is, és ismertem még azokban az években is. Azt kell mondanom, hogy mondjuk a 84-85-től kezdődő, vagy mondjuk így onnan számított években, az volt a pozitív az ember számára, hogy úgy érezhette, hogy centiről centire nyílik egy kapu, nyílik egy ajtó. Nem erőltetetten átugorva mostani időszakra, csak muszáj megemlítenem, hogy a 2010 óta eltelt időben pont az volt a szomorú, hogy az ember ennek a folyamatnak a fordítottját érzékelte, hogy nagyon más körülmények között, de mintha centiről centire záródna egy ajtó, sokkal kisebb lenne a közélet nyitottsága, vagy a gondolkodás szabadsága. De akkor a 80-as években valóban úgy éreztük, hogy ez nyílik. Nyilván volt egy olyan illúziónk is, nekem mindenképpen, hogy miközben a közélet, a jogi viszonyok, a pártviszonyok nyílnak és pluralizálódnak is valamilyen módon, azt hittük, vagy én azt hittem, hogy aközben a köztulajdonra alapuló gazdasági rendszer, ami ugyan a piacot beengedi, de nagyobb egyenlőtlenségnek nem ad helyet, hogy az közben azért meg tud maradni. Tehát azt hittem, hogy kiáltó egyenlőtlenségek nélkül is lehet majd haladni a szabadság felé. Nem pont így lett, de ezek az évek számomra ezzel együtt is a nyitásnak a pozitív élményét hozta. Egy kicsit közelebbről a saját személyes élményekről, már nem a magánéletre gondolok, hanem a közéletre, hogy melyek voltak azok az események, amelyek azt az érzetet kelték, minthogyha nagyobb mértékű változások lettek. Igen. Ahogy mondtam, akkor mi a kulturális osztályon dolgoztunk, és ezért volt részünk például annak a törvénynek, hát a nem jogi, de a szellemének a kidolgozásában, az egyesülési törvénynek, most jogásszal beszélgetek, aki pontosan tudja, hogy mikről beszélek. Ez ami a Kulcsár Kálmán-féle igazságügyminisztériumnak lesz később a terméke. Hát az ő törvényük volt, csak hát azért hívták pártállamnak a pártállamot, mert
mert kicsit egybefolytak a párt és az állami funkciók, tehát ezek mindig a pártközpontban is megjelentek, vagy a pártvezetéstől kaptak egyfajta zöld utat, amit aztán például Kulcsár Kálmán ezt a zöld utat nagyon kiszélesítette, tehát valószínűleg messzebb ment, mint amennyire a kezdet-kezdetén áldást kaphatott a pártvezetőktől. Nos, ez a bizonyos törvény vezetette tulajdonképpen a több pártrendszerig. Ez ugyan egyesületekkel és különböző közösségi szervezetekkel foglalkozott, de hát mondjuk, ha ez a törvény nincs, akkor abban az időben a Fidesz nem tudott volna működni, és már a 80-as évek végén, és megalakulni. Nagyon fontos periódus volt. Nyilván a gazdasági területen működő emberek, közgazdások a modern adórendszer kialakítását tekintenék ilyen mérföldkőnek, ami Békesi Lászlóék nevéhez tűződött, ami már egy piackonform adórendszer volt, és hát az alapvázát ma is ezt használjuk, nyilván nagyon különböző adómértékek, meg más adónemek is fejlődtek ki, de hogy milyen tevékenységből származhat az államnak legális bevétele, anélkül, hogy kizárólag állami tulajdon legyen, azt ez a törvény alaposta meg. Ha ilyen törvény nincsen, akkor az állami tulajdon nem tud megszűnni, mert nincs akkor az államnak más gazdasági bevételi forrása. Az én saját személyes élményeimre persze kevésbé a gazdasági rész, hanem inkább ez a pluralizálódás hatott. Emlékszem, üldögéltünk a pártközpontban talán 86-87 táján, és hát azon gondolkodtunk, mondom, azok az akkor fiatalok, akiket azért hoztak oda, hogy hát ha egy kicsit a nyitottabb szellemmel meg lehet hosszabbítani a rendszer életét, hogy így egy kicsit emberibbé és színesebbé válik. Ott dolgozott például velem együtt, azért az ő nevét említem, mert szereplője lesz a most gyorsan elmondott történetnek, ifjabb Marosán György, akinek a újságolvasó emberek ma is találkoznak a nevével, nagyon jó tanulmányokat, nagyon érdekes elemzéseket szokott a jövőről közé tenni. Ő is ott dolgozott, igaz, ő a tudományos részlegen, vagy Agárdi Péter a jeles irodalomtörténész, és így tovább. No, üldögéltünk így, munka után az volt a szokásunk, hogy beültünk valamelyikünk szobájába, és ott még beszélgettük, hogy hát merre megy a politika, hova fog ez fejlődni most ebben, mi gátak vagyunk, vagy inkább segítői ennek a folyamatnak. És akkor az előbb, amit hát Marosán György mondta, hogy hát szerinte itt az Egyesülési Szabadság el fog oda vezetni, hogy több pártrendszer lesz. Első lépésként valószínűleg az MSZMP mellett ábrándozott ő, létrejön majd egy szociáldemokrata párt, mert az még nem lesz akkora politikai változás, ennek meg is vannak a hagyományai, de már ez egy fontos jel lesz. És akkor ránk nézett, és megkérdezte, hogy és ha ez a két párt lesz, nem csak egy, ti melyikbe lépnétek be? Mi egymás után sorra vágtuk rá, hogy hát a szociáldemokrata párt van, ha okvítjunk az MSZMP-be, mire Marosán Gyuri jóhobarra megjegyez, hogy a fene egyen meg, hát akkor megint egy pártrendszer lesz, ha mindjárt oda lépünk. Ez csak apró anekdótaként jeles fel, hogy mi azt hittük, hogy hú, de merészen gondolkodunk a nyitásról, és még a negyedéig se jutottunk el képzeletben sem annak az útnak, ami aztán később bekövetkezett. A korabeli ellenzéknek melyek voltak azok a szerveződései vagy tevékenységei, amivel sikerült ebbe az időszakban megismerkedni, akár hivatalból, akár magánemberként? Hivatalból és magánéletből is, nyilván a kultúrában formálódó alternatíva kereséssel, vagy akár ellenzékiséggel lehetett megismerkedni. Volt egyfajta kulturális ellenzékiség, amit én nem sorolnék az úgymond hivatalos politikai ellenzékhez, de mindenképpen egy másfajta gondolkodásnak a megjelenése. Az előbb elhangzott már Spiró György
Től idézve az, hogy a kultúrában itt már egy nyitottabb gondolkodás, ha úgy tetszik, egy szellemi rendszerváltás, ha még nem is közjogi útjait kövesték ki. És ennyiben talán előnyösebb volt, ahogy már többször utaltam rá, a magyar rendszer a többinél, hogy színházban, irodalomban azért nagyon kevés kivétellel ezek a művek meg is jelentek. Eszterházytól Spiróig, Kornis Mihályig, hát ezeket a műveket lehetett olvasni, ezzel nem akarom idealizálni természetesen a múltrendszer, de mégiscsak jellemző volt, hogy sokan azt várták, hogy a hivatalos rendszerváltás után majd egyszer csak rengeteg ellenzéki szellemű kézirat előkerül a fiókokból, és majd hirtelen megjelenik. Na most nem ez történt, azért nem került elő a fiókokból, mert nagy részük, nem minden, nagy részük megjelent azért már a 80-as években, nem véletlenül hívták ezt a korszakot a 80-as évek második felét, úgynevezett Pongyola diktatúrának. Hát úgy értve a Pongyolát, hogy hát hivatalosan persze a szovjet blokkhoz tartozik, de azért elég lezserül fogja fel ezt az odatartozást. Azért tudok olyan művet, ami nem jelenhetett meg. Az élet úgy hozta, nagy ajándék számomra a sorstól, hogy mikor aztán 89 elején a gondolatkönyvkiadóba kerültünk, akkor az egyik, vagy majdnem az egyetlen ilyen művet, ami tényleg fiókba kellett, hogy maradjon nagyon hosszú ideig, azt mi adtuk ki a gondolatnál. Ez Konrád György és Selényi Iván társszerzőségben írott munkája, az értelmiség útja az osztályhatalomig volt. Ezt nem engedték kiadni korábban, hát 89 elején már megjelenhetett. Azért éri meg, hogy egy mondatot mondjak a könyvről, mert éppen itt a rendszerváltás gondolati forrongásában szerepe lett. Ez a könyv azért volt tiltott a pártállam idején, mert ugye a pártállam hivatalos deklarációja szerint proletár diktatúra volt. Mindenki tudta, hogy hát itt nem a szegény munkásosztály van itt nagyon hatalmon, de ez volt a definíció. Ez a könyv az értelmiség útja az osztályhatalom még, meg éppen azt igyekezett kimutatni, hogy nem így van, hanem egy technokrata szakértői értelmiség vette át már a 70-80-as években 70-80-as években Magyarországon a rendszer irányító posztjait, tehát itt úgy mondták, hogy az értelmiség jutott osztályhatalomra. Hát ha nem is a teljes értelmiség, ezt sokan tanúsíthatják, hogy ez azért nem így volt, hogy azok voltak hatalmon, de annyi igazságuk mégiscsak van, és ezért volt fontos például, hogy Németh Miklós neve az előbb elhangzott, hogy a 80-as években azért már a döntési pozíciókba hát kellett a szakértelem is. Tehát az már nem volt elég, mint régebben, hogy valaki jó káder legyen, hanem azért valamihez érteni kellett, és ezeknek a szakembereknek, az ilyen Németh Miklós, vagy Kulcsár Kálmán, vagy már bocsánat, mondjam a beszélgető partner nevét is, Tóth Zoltánoknak volt köszönhető, hogy nálunk ez a rendszerváltás, ha úgy tetszik, békésebb és simább úton ment végre, mint ahogy esetleg gondolni lehetett volna korábban, mert azok a szakemberek, akikről beszéltünk, sok vonatkozásban előkészítették a jogi és a gazdasági kereteket is. A kulturális keretek, meg az előbb említett művészek szempontjából nem voltak. Talán, ha visszakanyarodunk a Szelényi Iván és Konrád György könyvéhez, akkor abban mindenképpen azt hiszem, hogy igazuk van, hogy az az értelmiség, amely a 80-as évek elején, közepén döntési pozícióba kerül, őket a 70-es évek egyetemi felvételeinél kell keresni. Tehát igen, egy újfajta szakképesítéssel rendelkező fiatal értelmiség, azt hiszem, kihagyhatatlan a rendszerváltó névsorából. Kedves Ildikó, akkor említettük, hogy említette, hogy akkor 1989-ben a gondolatkiadóba került, tehát akkor ki a pártból be a klasszikus értelmiségi vállalat soraiba?
Ez tulajdonképpen a korábbi életemre is jellemző volt, mert említettem ugyan, hogy dolgoztam a KISZ-be, de a KISZ előtt tanítottam, a KISZ-be egy egyetemről kerültem, már ugye, oktatóként kerültem, a KISZ után meg a rövid ideig a tudományos pályával kacérkodtam, a Tudományos Akadémia aspiránsa voltam, és a népi írók, főleg Németh László gondolataival foglalkoztam, utána jött a pártközpön, tehát az életem az mindig, ha már a rendszer cikcakként emlegettük az előbb, akkor az én életemben is megvoltak ezek a cikcakok, az úgymond hagyományos értelmiségi pályaszakaszok, szakaszok váltották egymást a politikával. Ezért a gondolatkiadó nem volt számomra idegen közeg, korábban is már végeztem szerkesztői munkákat, ilyesmit, de egy ilyen érdekes helyen, mint egy könyvkiadó, ami szerintem általában is a világ egyik legérdekesebb helye tud lenni, különösen jó volt követni az eseményeket, csupa olyan kolléga kíséretében, akik társadalomtudományokkal foglalkoztak részben, tehát ők profi módon értettek hozzá. Előtte már, ha ennyiben szabad egy picit visszaugranom a pártközponti létbe, azért hát lelkes reformkörös voltam. Ezen úgy mindig csodálkozni szoktak, hogy hogy lehetett az ember a pártközpontból reformkörös, és elfeledkeznek arról, hogy a reformkörök, azok az MSZNP-n belüli képződmények voltak. Úgy emlékszem, hogy az 1986-os pártkongresszus vagy pártértekezlet nagy nyomásra lehetővé tette a pártban a platformok alakulását. Hát ez is már a pluralizálódásnak volt az egy párton belüli jele. Nyilván, akik lehetővé tették, abba reménykedtek, hogy akkor itt meg is áll a pluralizálás, hogy majd a párton belül alakulnak ki csoportok, és akkor nem kell tovább menni. Nem így lett, de ez az, azt kell mondanom, progresszív döntés, módot adott a reformkörök létre jöttére, úgyhogy többen jártunk a pártközpontból rendszeresen a reformkörökbe is, ahova ugyanaz az értelmiség járt részben, akikről az előbb éppen beszéltünk. Talán négy ember nevét sem tudjuk megkerülni, ha már a reformkörök szóba kerültek, ugye Lengyel László, Bihari Mihály, király Zoltán. Zoltán, és még valaki az MDF-nek volt vezető alakja. Igen, hogy ki volt a negyedik, akiket kizárta a párt, nekem sem fog most eszembe jutni. Jó, de az ő tevékenységük... Megvan, Bíró Zoltán. Bíró Zoltán, így van. Igen. Tehát az ő tevékenységük nagyon szorosan kapcsolódott ahhoz, hogy a reformkörök muníciót kaptak ahhoz, hogy miről... Így van, hát mind a négyen arról voltak nevezetesek, hogy ők végig járták az országot a vidéki értelmiségnek is a klubjaiban, majd később reformköreiben is. Ők voltak a legkedveltebb előadók. Azt kell mondanom, hogy a már mindkettőnk által emlegetett kemény vonalasok egyik utolsó fegyverténye volt, amikor őket kizárták, illetve volt, akik fölfüggesztettek a pártból. Tudnék, hát ők is párttagok voltak mind a négyen, ez jelezte, hogy nagyon is volt még az egypártrendszerben is egy olyan vonal, aminek szerepe volt a rendszerváltás előkészítésében, és ezzel nem negligálom vagy kisebbítem a hivatalos ellenzék szerepét, de azt kell mondanom, hogy az utak kétfelől vezettek egy találkozási ponthoz. A rendszerváltás konkrét nyilvánosságra kerülése, ez összekötődik a nemzeti kerekasztal tárgyalások elindulásával. Most itt nem akarom kisebbíteni például a sajtószabadság megteremtésének a folyamatát, de nagy tömegben a média a nemzeti kerekasztal tárgyalásokkal kapott információt, hogy itt valami fajta politikai változás történt. Így van. A nemzeti kerekasztal kívülről ez hogyan, milyen megítélést kap? Rendkívül pozitívat. Két dolog miatt is, hát legalábbis az én köreimben. Két dolog miatt is. Egyrészt világos volt, hogy ha úgy tetszik, a kocka el van vetve, tudomásul
vette a régi rendszer is, hogy itt új erők jelentek meg, akikkel tárgyalni kell és lehet. Ez a kocka el van vetve mondat, ez azért is jogosult, hogy innentől világos volt, hogy a szellemet nem lehet visszagyömösölni a palackba. És ez önmagában egy nagyon pozitív változás ígéretét hozta. A másik, ami miatt pozitív fogadtatást nyert a dolog, és ez szerencsére meghatározta a magyar rendszerváltás egész folyamatát, egész jellegét, hogy tárgyalásos úton történik a dolgok. Tehát ebben ott volt a garanciája, hogy békés rendszerváltás lesz. Később az országnak számos áldozatot kellett hoznia, főleg gazdasági, szociális áldozatot a rendszerváltásért, de vér nem folyt, még egy pofon sem csattant el, ahogy később valaki mondta, István mondta József, hogy még egy pofon sem csattant el. És ez ennek a tárgyalásos jellegnek volt köszönhető, méghozzá azt hiszem mind a három szereplőjének, vagy három fajta szereplőjének köszönhető volt. Részint, hogy mégis az állampárttal kezdjük, hogy az állampártban az előbb éppen mindkettőnk által jellemzett folyamatok révén azért már nem azt mondom, hogy lelkes forradalmi hangulat volt, de volt hajlandóság arra, hogy egy változást tudomásul vegyenek. Most a másik felére ugrok, a hivatásos ellenzékben meg volt tárgyalási készség. Tehát annak ellenére, hogy sokan közülük nagyon radikális változásokat képzeltek el, ez a radikalizmus nem terjedt egy leszámolósbi. Mindenkiben volt akkora felelősség, hogy itt egy ország békéje forog kockán. És hadd említsem meg a harmadik szereplőket, a civil világot, a különböző egyesületeket is, akiknek talán a szerepét már kicsit elfelejtettük, mert belőlük nem lett párt. Ugyanakkor éppen azért, mert középen álltak a két fél között, rendkívül fontos közvetítő, moderáló, és ezért akarva, akaratlanul békítő szerepük volt. Egy kérdés még a múltra vonatkozik, hogy melyek voltak a rendszerváltás célkitűzései, és a másik kérdésem pedig egy múltba való visszanézés, hogy melyek azok a célok, amelyek megvalósultak, és melyek, amelyek megvalósítása még előttünk áll, hogy finom legyen. Hát ez nagyon finoman, eufémisztikusan volt megfogalmazva. Na akkor a kérdés első fele, a rendszerváltás fő céljai. Azt hiszem, hogy ha mából nézek vissza, akkor azt mondanám, hogy már itt egy kicsit volt egy eltérés, egy divergencia, vagy hogy mondják magyarul, tehát egy ilyen iránykülönbség, aközött, amit a kerekasztalnál ülő, és hát ilyen vagy olyan minőségben a politikában már hivatalosan résztvevők gondoltak, és amiket az úgymond nép, tehát az emberek gondoltak. Utóbbiak valószínűleg elsősorban azt várták, hát szabadságot is, nagyobb szabadságot is akartak, utazási szabadságot, valóban, ha lehet, akkor a sajtószabadságban, ekkor már megvolt, de mondjuk még szélesebb nyitását, de alapvetően azt várták, hogy nyugati színvonalon fogunk tudni hamarosan, belátható időn belül élni. Úgy, ahogy amit már, hát azért lehetett utazni 2 évente, 3 évente, láttak Bécsben. Tehát, hogy akkor itt olyan életnívója lesz egy átlagembernek. Míg akik a kerekasztalnál, vagy a politika irányításánál dolgoztak és ültek, hát nyilván ők is azt remélték, hogy a jólétnek egy magasabb fokára lehet lépni, annál is inkább, mert hiszen a rendszerváltás egyik érlelő mozdanata is az volt, hogy gazdaságilag kellett kifulladni a régi rendszer, tehát hogy ehhez képest akkor átléphetünk valami jobba és egy nagyobb jólétbe, de azért elsődleges feladatuknak a politikai rendszer kinyitását, egy új közjogi, sokkal szabadabb mozgásra és véleménynyilvánításra alkalmas rendszernek a kidolgozását tekintették. Tehát mindig kettős cél volt, mondjuk egy kicsit leegyszerűsítve, a jólét és a demokrácia célja,
de ez arányaiban különbözőképpen osztott meg ennek erre való várakozás, a széles tömegek és a tárgyaló felek hivatásos politikusok között. Muszáj átkapcsolnom most oda, hogy ebből mi valósult meg, és mi nem, mert nagyon ebből következik. Azt kell mondanom, hogy az új rendszer nagyjából első 20 évében az az új demokratikus közjogi rendszer, ami kidolgozódott a rendszerváltáskor, az persze szorult kisebb változásokra, meg akadtak döccenői, de alapvetően kiállt a próbát. Tehát az egy működőképes politikai jogi berendezkedés volt. Nem azt mondom, hogy akkor örökre úgy lehetett volna hagyni, mert ezer új igény támad, ezer új probléma merül fel, de legalábbis az olyan sokat emlegetett fékek és egyensúlyok rendszerét, valamint a szintén sokat emlegetett független igazságszolgáltatás alapjait, valamint, hogy harmadikat mondjak, egy modernebb közigazgatás, az önkormányzatiság elvét már sokkal inkább magába foglaló közigazgatás alapjait megteremtette. Tehát a demokráciának ezt a most általam rögtönzött, biztos sokkal többen, három alappillérjét helyesen rakta le. Ezzel nem is a pillérekkel volt a baj, hanem azzal, hogy valahogy nem sikerült ezt nekünk, akik hát kormányoztunk, vagy politizáltunk, elég közel hozni az emberekhez, nem sikerült azt a csatornát is kiszélesíteni, amin az ő akaratuk valóban érvényesül, és visszacsatolódik a véleményük. Tehát, hogy ők is használhassák azt az állampolgári szabadságot, aminek az elvi jogi alapjai így megteremtődtek. Mivel tehát nem a részvételi demokrácia csatornája nem létezett. Erről van szó, csak kerülni akartam a szót, mert nem tudom, mennyire ismert a terminus, de hát a maga a szó, hogy részvételi demokrácia mutatja, hogy miről van szó, nem csak 4 évenként szavazok, hanem vagy 5 évenként mikor mit, hanem hát részt is veszek a dolgok alakításában. Ezek a csatornák vagy nem léteztek, vagy nem voltak eléggé kihasználva, vagy nem voltak eléggé közismertek, nem ismertettük meg őket. És azt hiszem, ez volt az oka, mert nem véletlenül emlegetem az első 20 évét a rendszerváltásnak, hogy aztán 2010 után ezt mint egy tolpihét el lehetett fújni, hogy nem volt tömeges össznépi ellenállás a védelmében, nyilván azért, mert nem a részvételi lehetőség ilyen, nem érezték eléggé hát magukat benne hozzátartozónak. Műsoridő vége felé járunk, azonban egy kérdést muszáj feltennem. Van-e kiút a NER-ből, a Nemzeti Együttműködés rendszeréből? Meg tudjuk-e haladni az elmúlt 10 év eseményei? Inkább most a kellések oldaláról fogalmazok. Meg kell haladnunk, és ami egy történelmi kényszer, azt előbb-utóbb az emberek képesek végrehajtani, hanem előbb, akkor utóbb. Igen, meg kell haladnunk, ebben a legnehezebb feladat talán nem is az lesz, hogy egy választáson többséget érjünk el, na az se semmi, tehát még az sincs itt a kezünkben. Igen, szükséges, de önmagában elégtelen. Igen, de önmagában nem elégséges. Lesz-e elég ereje egyrészt a kormányra jutóknak, hogy ne egyszerűen átvegyék a hatalmat, hanem valóban a már felállított demokratikus cölöpöket kiegészítsék egy újabb cölöppel ezzel a bizonyos részvételi demokráciával, hogy magukénak érezhessék az emberek. Ez az egyik feltétel, ez a mondjuk így a politikai elit, ha szabad így mondani, feladata lesz. A másik feltétel pedig a sokkal szélesebb tömegeké, hogy ne hagyják magukat soha többet kirekeszteni a demokráciának és az államnak ebből az épületéből. Jobbak már a feltételek, mint ahogy a rendszerváltáshoz állhattak hozzá tapasztalatok nélkül az emberek. Azért kiépült, és hát most éppen az egyik jeles képviselőjével beszélgetek, a civil világ, amiben emberek sokassága tanulta meg az önigazgatást, a felelős döntések művészetét vagy tudományát, és
vált az én reményeim szerint most már kioldhatatlan igényévé, hogy részt vegyen, hogy belesüljön. Kedves Lendva Ildikó, nagyon köszönöm, hogy ismét ellátogatott a Civil Rádióba, és nagyon remélem, hogy erre a jövőben még sor kerül. Én is remélem, és még egyszer üdvözlöm minden nézőnket és hallgatónkat, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves nézőink és hallgatóink, jövő hétfőn újra várjuk Önöket a Civil Rádió olvasókörében. Viszont hallásra!